Üdvözlöm Önöket, ez itt az Egyenlítő, méghozzá egy speciális helyszínről, innen az Aquarium Klubból, a Zöldgömb Fesztiválról, ahogy azt ígértem, kezdünk is! No és akkor két újabb vendégemet köszöntöm, Baranyák Zoltánt és Munkácsi Bélát. Munkácsi Béla, ELTE egyetemi adjunktus, Baranyák Zoltán pedig az energiagazdálkodási szakmérnök. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt vagytok, és megbeszéltük, hogy tegeződünk, ezért mertem azt mondani, hogy sziasztok. Köszönjük szépen a lehetőséget. Köszönjük szépen, igen. Ja, megújuló energiákról fogunk beszélni, méghozzá próbálunk azért a határokon belül lenni, de majd kitekintünk az EU-ba. A legelején ez egy szomorú beszélgetés lesz, egy depressziós beszélgetés? Nekem az a véleményem, hogy minden okunk megvan a bizakodásra. Én pont arról fogok előadást tartani, hogy nem a megújuló energiákkal van a baj, hanem az ismeretek hiányát emelném ki, valamint hogy ezeket párhuzamosan együtt használva ad ki egy rendszert, egy-egyet kiragadva nem olyan jó, mint hogyha együtt használnánk a többit. Mondjuk egy példát, tehát hogyha ha már napelem, akkor elektromos autó a párja, és mondjuk ha hőszivattyú, akkor pedig hőszigetelés a párja, tehát nem lehet egyiket a másik magában. Igen. Én picit behoznám ezt a földrajzi dimenziót, ha már egy magyar földrajzi társaság által szervezett rendezvényen vagyunk, szóval én azt gondolom, hogy az, hogy most szomorkodni fogunk-e vagy sem, az leginkább attól függ, hogy a országhatárainkon kívüli vagy azon belüli témakörök fognak inkább dominálni, mert attól tartok, hogy ha itt belül maradunk, akkor inkább szomorkodásra van okunk, legalábbis ahhoz képest, ahol már tarthatnánk, ahhoz képest nagyon el vagyunk maradva. Ha valaki engem kérdez, 30 évvel. 30 évvel vagyunk elmaradva jelen pillanatban Magyarországon a megújuló energiákkal kapcsolatosan? Lehet, hogy 40-nel, de itt most nem is elsősorban arról van szó, hogy a kapacitások hogyan nem épültek ki, hanem inkább arról van szó, hogy a szemléletmód mennyire nem hasonlít ahhoz, amivel az ember külföldön találkozik. Én elég sokat mozgok így elsősorban dán környezetben, és ott azt látom, hogy egészen más a mentalitás, tehát ott nem a kifogáskereséssel találkozik az ember folyton, hogy miért nem lehet, ez miért nem fog működni, hanem ott van egy nagyon világosan kijelölt cél, amit a 80-as évek közepe óta meghatároztak, és nagyon céltudatosan haladnak abba az irányba, és némelyik kormány egy kicsit visszavesz, némelyik kormány kicsit előre szalad, de jellemzően... De az út az megvan. Abban, igen, tehát abban nincs különbség, hogy van egy célérték, hogy ez most 2035, vagy 2040, vagy 50, ebben van igazából a kormányok között eltérés, de alapvetően az, hogy át kell állni 100%-ban megújuló energiára a gazdaság és a társadalom minden területén, abban teljes az egyetértés. A közönséget szeretném megkérdezni, hogy tippeljünk. Ma Magyarországon hány százalékban megújuló az energia, amit felhasználunk? Lehet mutatni két kézzel. Hány százalék lehet Magyarországon? Ott van hátul egy 5%, van egy 2%, jaj, de szomorú, 2, van egy 10%, az 12 akar lenni? Vagy az 20%? Hány százalék Magyarországon a megújuló energia? Hogyha itt a teljes energiamixet nézünk, iparostól, mindenestől, akkor én ezt nem tudom megmondani. A villamos energiára szoktak ezt gondolni, de hát ez csak egyetlen energia. Abban nagyon sok ideig, abban a hitben éltünk, hogy ez 14%, de hát kiderül, hogy nem tudjuk majd elszámolni a megújuló energiának minden fatüzelést, amit eddig is elszámoltak. Igen, ott a biomasszával vannak problémák. Igen. Erről majd délután lesz egy előadás. Én azt gondolom, hogy valahol az utolsó háromba vagyunk Európában, pontos számot nem tudom. Az utolsó háromba. Én annyit tennék hozzá, hogy igazából azok a statisztikák, amik rendelkezésre állnak, azok nem lehetnek pontosak.
mert igazából azt nem tudjuk nyomon követni, hogy például akinek napeleme van, az mennyit termel, akinek napkollektorja van, az mennyit termel, aki fát tüzel el, az mennyit tüzel el, mert nem mindegyik feltétlenül kereskedelmi csatornákon kerül be a rendszerbe, és nem azt jelenti, hogy feltétlenül mindenki lopja, de mondjuk a saját kertjéből, mert most nekem is éppen a családban volt, tudom, ki kellett vágni 8 fát, nekem megvan a téli tüzelőm egy jó darabig. Jó, de az, hogy a harmadikak vagyunk akkor az Európai Unióban, ez egy tény. Hátulról. Hátulról. Ja, igen, úgy, bocsánat. Nagyon igen. Fontos. Inverse-be. Szóval akkor utolsó előttiek vagyunk, ez egy tény. Ez igen. Nem, ezt, hogy most negyedikek vagy harmadikak, ezt még mindig nyitva vagy nem, de hátulról közelítünk a versenytársakhoz. Minap láttam egy statisztikát, ezért merem mondani. Nyilván nem tudunk azzal versenyezni, akinek fjordok vannak az udvarán, nagyon sok vízenergia van, mondjuk olyan országokkal lehet összehasonlítani, akinek hasonló a geometriája vagy a földrajzi elhelyezkedése, mint a miénk, de abban se állunk jól. Napenergiában rengeteg maradék tartalék van, a biomasszát azt szerintem már jól használjuk, de szélenergiában nagyon szűkmarkúak vagyunk. Szélenergiáról nem nagyon beszélhetünk itthon. Nem, ez nem én nem állja meg a helyét. Energetikai szempontból a szélenergia Magyarországon legalább olyan jó üzlet, mint a szél. Tehát nehogy valaki szénnek értsen, mert én szelet mondok. Szén, igen, szél, igen. Tehát legalább annyira jól állunk, hogy a naperőművekkel összemérhető gazdaságosságot lehet elérni. A nagyon fontos, hogy a méret viszont más, tehát ebből nem lehet egy nagyon picit felrakni majd a garázsom tetejére. Tehát a szélenergia az erőművi léptékben, nagyobb léptékben lesz gazdaságos. Hát most ott tartunk, hogy akinek már van szélerőműve, az sem biztos, hogy megújíthatja, tehát rakhat helyett egy újabb, korszerűbbet, egy több energiára termelés képes, több energiatermelésre képes új típust, tehát most ott tartunk. De azt állítom, hogy nagyon sok tartalék van még Magyarországban, igenis jó üzlet, vagy jó energiaforrás. És ez, ha van akinek lehetősége meghallgatni az előadásomat, akkor látni fogja, hogy ez nem hóbort, vagy nem vagyok elkötelezve a szélenergiának, hanem amit az imént is mondtam, jó ki tudják egészíteni egymást. Ez egy olyan... úgy tudok élni példával, hogyha én téli kabátot veszek, akkor senki nem fog meglepődni azon, hogy nem szandált választok mellé, hanem mondjuk egy meleg cipőt. Ez egy szemléltető példa, én azt szeretem, ez jó, igen. Tehát a megülő energiákkal is így van. Van, amelyikhez passzol egy másik, hogy kiegészítsék egymást, hogy jobb legyen a gazdasági mutatója, hogy jobb legyen az energiaellátása, hogy ne kelljen, az egyik kedves kollégám fog előadni róla, gázturbinás erőművekkel kiegyenlíteni ennek a mozgásait, de azt még egyszer ki szeretném emelni, hogy a szélerőmű az nem a háztartási lépték. Lehet háztartási lépcsők, csak nem itt a Kárpát-medencében, mert itt a szél viszonyok, a szélklíma nem igazán teszi lehetővé, de Zolival egyetértek abban, hogy óriási lehetőségek volnának ebben a szektorban. Tehát én azt gondolom, hogy ezt a befektetőkre kellene bízni, és a befektetők különben már a 2000 környékén érzékeltették, hogy ők érdeklődnek, tehát hogyha ezt rájuk bízzák, ők szívesen kockáztatják a pénzüket. Igazából a megújuló energia szektorban olyan nagy kockázatot nem kell vállalni, mert őrületes különbségek nincsenek egyik évről a másikra, mondjuk a napsütéses órákban, vagy az átlagos szélsebesség tekintetében. Ami különben, ugye itt a szél esetében ez a kulcskérdés, hogy hogyan alakul a szélsebesség, mert ugye ennek a harmadik hatványával arányosan alakul a kinyerhető energiának a mennyisége. Tehát, hogy persze minél nagyobb a szél, ugye annál hatványozottabb villamoselege mennyiség nyerhető ki, tehát ez világos. Ugyanakkor azt érdemes látni, hogy hasonló szélklímával rendelkező területeken őrült nagy fejlődések mentek végbe csak az elmúlt 15-20 évben. Én mindig a keletnémetekkel szoktam példálózni, akikkel tulajdonképpen egyszerre indultunk, igen, ugye a rendszerváltás idején. Hát ott valami egészen drámai fordulat következett be, ott, és az országnak a délkeleti részén, ahol nem igazán kedvező a szél. Nyilván egy kis kormányzati segítség kellett hozzá, tehát azt mondták, hogy aki nem a tengerpartra teszi a szélturbináit, és vállal
ezzel egyfajta veszteséget tulajdonképpen. Azt mi támogatjuk, mert ez egy területfejlesztési kérdés, és annak a térségnek ott kellenek az iparűzési adók, és tulajdonképpen az egész térségnek a gazdasági fellendítésében van, vagy volna ennek jelentősége Magyarország esetében is. Az jutott eszembe, amit egyik kedves kollégám szokott mindig kiemelni, hogy ahol a szélerőműveket úgy kapnak engedélyt, hogy ott a helyi közösségből is szerethessen belőle tulajdon, sőt, csak akkor kapja meg az engedélyt, ha találnak ott tulajdonosokat részben ennek az erőműnek, ott egy igazságosabb rendszer jön ki, és mindjárt megszűnik az a probléma, hogy ne az én udvaromba rakják. Igen, ha nem kapok belőle. Mondjuk ez valahol egy jogos? Ez egy jogos, de ez egy bevált recept, tehát ezt nálunk okosabban kitalálták, hogy ha a helyi közösség is tulajdon tud belőle szerezni, élvezi a gyümölcsét, látja, hogy mire jó ez, akkor ezt befogadják az emberek. És az előadásomban szintén gyűjtöm a hallgatókat. Arra is ki fogok térni, hogy nagyon szépen összefér. Tehát szokták ezt mondani, hogy ha szélerőmű, akkor nincs naperőmű. Az én előadásomban arról lesz szó, hogy akár 10 féle megújuló energiát is használunk ugyanazon a területen, és arra is lesz majd szó, hogy nagy kell is ez, hogy a területekkel jól gazdálkodjunk. Az előadásom alcím az, hogy a biodiverzitással fűszerezve, tehát hogy megmaradhasson az élővilág, amiről Dula Endre is beszélt reggel, azt úgy lehet elérni, hogy ez tényleg együtt több tudományágat bevonva készüljenek ezek, és ne csak egy-egy síkon tekintve ezt. Ha most valakinek a szélenergia tetszik, akkor csak az legyen, vagy valakinek a napenergia tetszik, akkor csak az legyen. Ez nem szimpátia kérdés nyilvánvalóan. Nem szimpátia kérdés, de valaki, vagy olyan érzésem van, hogy úgy tekintenek a megülő energiákra, mint annak idején mondjuk egy gázkazára, megint csak egy példát hozok. A gázkazánt én elvihetem Zalaegerszegre, elvihetem Miskolcra, dönten ugyanúgy fog viselkedni. A megülő energia nem. Az sokkal közelebbi rokonságban áll a mezőgazdasággal viselkedését tekintve. Olyan van, ami Magyarországnak legjobban áll? Nincs. Semmiképpen. Nem, én egyetértek Zolival abban, hogy itt mindenképpen egy ügyes energiamixben kell gondolkodni, és annyival egészíteni ki, hogy nem feltétlenül csak a nemzeti szinten, vagy egy települési szinten lehet így ebben gondolkodni, akár már egy háztartásnál is. Például a mi háztartásunk az 5 különböző megújuló energiával működik, és ezek alkotnak egy érdekes, egymást segítő, támogató rendszert. Ezt egy összefoglalva el tudod nekünk mesélni, hogy ezt hogy képzeljük el, kérlek? Összefoglalva, tulajdonképpen itt ugye két lényeges terület van, hogy az egyik a hő, az alapvetően biomasszával működik egy faelgázosító, illetve bocsánat, most már nem, egy tömegkályhával, és ehhez segítünk rá egy kicsit, amikor kell hőszivattyúval, levegő-levegős hőszivattyúval, és a használati melegvizet azt napkollektor csinálja, nyáron, télen pedig a fatüzelés termeli be szépen ügyesen, és a villamos energiát pedig napelemek csinálják, két külön napelemes rendszer ráadásul. Nem szeretnénk senkinek sem a zsebében turkálni, jó? Ezt csak a legelején szeretném így le. De hogy ma mennyi idő, mire ez visszajön? Hány évnek kell eltelnie? Hogyha csak fiskálisan gondolkodom, és nem úgy, hogy zöld vagyok, hanem hogy ez egy befektetés, és én ebből ki akarok jönni pozitívan. Én semmiképpen nem szeretnék belemenni ilyenbe, mert ilyenkor azt kérdőjelezzük meg, hogy az én gyerekem nekem mennyit ér. Meg az én unokám nekem mennyit ér. Tehát én azt gondolom, hogyha valakinek van megtakarítása most, és ismeri a tényeket, amikről ugye azért elég sok mindent hallani, ugye az ENSZ-nek volt egy jelentése nemrégiben, amelyik azt mondta, hogy 10 évünk van még ahhoz, hogy ez a radikális fordulat bekövetkezzen. Tehát én azt gondolom, hogy 10 év alatt át kell lendülnünk azon, hogy ezeket a szűken értelmezett gazdasági szempontokat próbáljuk csak erőltetni. Nem, itt azt gondolom, ha valakinek egy pici megtakarítása van, annak kutya kötelessége azt a megtakarítást ebbe beletenni. A saját és a gyerekeinek az érdekében, mert itt most arról beszélgettünk, hogy átvészeljük ezt az előttünk álló 30-40 évet, vagy nem.
Tehát ez ennyire keményen merül föl most ez a kérdés, és az, hogy most megtérül vagy nem, őszintén nem érdekel, és van még egy másik lényeges dolog, hogy különben meg természetesen megtérül, arról még nem is beszélve, hogy itt most megint a megtérülésnek a szintjei izgalmasak, hogy ez most az én személyes, családi vagy háztartási szinten, vagy egy nemzeti szint, vagy egy globális szint, amiről beszélgetünk, mert ugye itt a megtérülések azok különböző módon fognak visszajönni. És hát az sem mindegy, hogy mondjuk hogyan használjuk, tehát mondjuk Zoli majd mindjárt mondja, hogy az elektromos autóval milyen gyorsan lehet a megtérülését mondjuk egy napelemes rendszernek megvalósítani. Igen, jól éreztem Béla, hogy pont erre akartam beszélni, tehát abban a szerencsés helyzetben kerültünk, hogy sikerült használtan venni egy elektromos autót, és nekünk az én házam is többféle megújuló energiát használ. Nekem pont napkollektorom nincsen, de például mi az esővizet is használjuk, vízgazdálkodás történik, úgyhogy nálunk is talán kijön az öt. Viszont amit el akartam mondani, hogy az elektromos autóval a napelem sokkal inkább megtérül. Úgy szoktam, olyan példát szoktam hozni, hogy ha valakinek azt mondom, hogy 5 forintért tud menni egy kilométert, tehát az üzemanyag költség ez, akkor ez egy jó száme. És akkor így föl szoktak akadni, hogy lefelejtettem a nullát, vagy rosszul mondom. És ez tényleg igaz, hogyha a napelem termeli az elektromos közlekedéshez a villanyt, akkor olyan úgy viselkedik, úgy jönnek ki a számok, ha valaki ezt tisztességgel végigszámolja, mint olyan 95 forint körüli villanyt állítana elő ez a napelem. Természetesen nem állt elő 95 forint értékű villanyt, de amikor elektromos autóba töltöm és benzines autót váltok ki, akkor tessék kiszámolni, akkor egy ilyesmi szám jön ki. Nyilván ahogy változik a benzinára, ez szór, de hát ilyenkor aztán sokkal-sokkal gyorsabb a megtérülés. Valamint hát nagyon ravaszak voltunk, mert mi úgy építettük a házat, hogy jól feküdjön rajta a napelem déli irányban olyan lejtésszöggel, és akkor jobban térül meg. Tehát hogyha új építésről van szó, akkor szokták ezt tőlem kérdezni. Mindig meg szoktam kérdezni, hogy eladás lesz a ház? Nem, ők ott akarnak élni, két gyerekük van, nem, x gyerekük van. Akkor azt szoktam mondani, hogy a hőszivattyú ez nem gazdasági kérdés, hanem szeretem vagy nem szeretem, tehát biztosan jobb üzlet lesz, mint hogyha vesz egy hőszivattyút. Sajnos sok esetben kényszerűség, hogy hűtést is vesznek az emberek. Hogyha gázkazánt választ, akkor kéményt is kell valamilyen, és összeadja az összes költséget, akkor ha 5 évnél hosszabb ideig lesz az tulajdonában az a ház, akkor, tehát nem eladásra építi, akkor jobb üzlet a hőszivattyú. Ez nem kérdés, hanem ezt tudjuk igazolni. A napelemet elmondtam, az elektromos autót elmondtam, és hát a hőszigetelés, ami még ugye egy nagyon nehezen kifejezhető, az pedig nem úgy jelentkezik a megtérülés, hogy leírom a papírra, hanem egy csomó lehetőséget nyit meg. Tehát, hogyha én nem szigetelem rendesen a házat, itt tessék masszív szigetelésre gondolni, tehát ilyen, ezek a 10 centi szigetelések ezt a mélyen tisztelt eladásra készült házaknál szokták igazolni, hogy ez jó lesz, de nem jó ma már a 10 centi szigetelés szinte semmilyen anyagból, nagyon különleges anyagból esetleg, de hogyha jó vastag szigetelés van rajta, jól hőszigetelt az a ház, akkor sokkal több mindennel ki lehet fűteni, sokkal kevesebb energia kell majd a fűtésre, sokkal kevesebb energiatárolás kell, tehát egy lavina, egy dominósor indul el ezzel, amit te megtehetek, ha le van szigetelve a ház, ami jól, mint amin nem tehetek meg. Tehát, hogyha új építésről szól, akkor igenis, hogy megtérül, tessék utána számolni. Én csak a hőszivattyúhoz tennék még annyit hozzá, hogy tehát ezek a mai korszerű hőszivattyúk, ezek már egészen döbbenetes hatékonysággal működnek, és döbbenetes hatékonysággal hozzák be a külső hőenergiát az épületbe. Ez azt jelenti, hogy most legutóbb az interneten találtam már olyan eszközt, aminek 6,2 SCOP, vagyis ilyen szezonális jósági foka van, ami hát egészen fantasztikus, mert jellemzően ez ilyen 3,5-4 szokott tenni, vagyis hogy egy egységnyi villamos energiával 3,5-4 egységnyi hőt csinálnak azok az átlagos hőszivattyúk, amiket most jellemzően szoktunk venni, csak hogy van olyan is a piacon, mondjuk nem kevés pénzbe kerül, de elérhető már, és ez azt jelenti, hogy ahogy jönnek a konkurenciák, a hasonló termékekkel, ugye azért ez majd szépen fog lefelé változni, és elérhető lesz mindenki számára.
Szóval, hogy a megtérülést ez is jelentős mértékben befolyásolja. Most az Ölgön Fesztiválon vagyunk, de mégis muszáj ezt megkérdeznem, de egyáltalán nem ideillik ez a kérdés. De hogyha én polgárként úgy gondolkodom, hogy miért én fektessek ebbe be, miközben körülöttem a nagy ipari cégek, vagy éppen az adott kormányok pont tesznek arra, hogy mi fog történni, az, hogy az én házam mondjuk passzív lesz, akkor az igazából semmit nem fog érni, mert közben elkezdünk majd fúrni az északi, meg a déli, hogy vannak ilyen indokok. Ezzel mit lehet kezdeni? Hogyha én nekem nem zöld gondolat, hanem csak a fiskális része érdekel. És tényleg bocs, hogy ezt itt kérdezem meg, de szerintem ez releváns tud lenni. Csak a fiskális részére hagyj reagáljak. Tehát mi azt látjuk ipari környezetben, nagyon fontos, hogy ipari környezetben a legmenőbb vállalatok, mindenki ismeri a sok óbetűs kereső szoftvert, olyan helyeket keresnek, olyan irodaházakat keresnek, ahol már ilyen minősített épületek lesznek. Tehát ez egy... A szerverparkot viszik éjszakra, hogy nekem nem erre gondolok. Amikor irodaházat akarnak menni... Ja, az irodaházra, bocsánat. Olyan irodaházatba akarnak menni, ami zöld energiával működik. Olyan irodaházba akarnak menni, ahol gondolnak arra, hogy milyen a környezeti lábbal az íróasztalnak, amit megvesznek oda abba az irodába. Tehát ez egy megatrend, én szerintem ez tovább gyűrűzik, és gazdaságilag nekik hosszú távon biztosan megtérül ez a beruházás, különben nem tetnék ezek üzleti vállalkozások, de magánemberként is arra akarom kifuttatni, hogy egészen biztosan jobb értéke lesz annak a háznak, amelyeket úgy tervezték, úgy újították föl. Tehát én most már találkozom azzal, hogy így keresnek. Fiatal építetők szoktak megkeresni, hogy hát hogy legyen az a ház, hogy környezettudatos legyen, hogy kevés energiát fogyasszon, és most már keletje van azoknak a telkeknek, amire jó olyan házat lehet építeni. Tehát... Ez most már szempont, akkor ezt lehet mondani, ez, hogy ez, most ez már lehet bőven? Mondani, hogy szempont, hogyha ha ez így van kitalálva, akkor azt, ugye egy házat szoktuk mondani, hogy nem 5 évre építünk, akkor annak ha a fiának, lányának, családjának majd el kell adni ezt a házat, de nagyon nem mindegy, hogy az életünk legnagyobb beruházását majd utána el lehet-e adni. Én nem ennyire rózsaszínűnek látom ezt, bevallom. Tehát aki a Zolit megkeresi, az egy nyitott, tájékozott gondolkodású állampolgár. Lássuk be, hogy ez a kisebbség, és azzal értek egyet, amit az előző beszélgetésben kérdeztél, vagy képviseltél, hogy szóval ezt nem lehet rábízni az emberekre, hogy itt mindenképpen egy állami szerepvállalásra szükség van, ez elkerülhetetlen. Tehát lesz egy 10% vagy egy 20%, amelyik felismeri ennek a jelentőségét. Igen. Miatt, persze, igen. De a többieket semmilyen más módon nem lehet meggyőzni, csak gazdasági kényszerrel, vagy persze ez lehet egyfajta támogatás vagy is. Vagy törvényekkel, tehát, rendeletekkel. A törvényekkel semmit nem lehet, vagy hát nagyon keveset lehet elérni. Hát én számos törvényt tudok mondani, vagy számos paragrafust, amit senki nem tart be, és semmiféle következménye nincsen. Most a hulladék törvény kapcsolatot hírt el eszembe, hogy abban például le van írva a gyártónak a felelőssége, és ugyanúgy gyártanak termékeket, mint ahogy az elmúlt 10-20 évben, hogy semmilyen módon az nem jelenik meg szempontként, hogy hát kérem szépen az a hulladék majd újra használható legyen, vagy újra feldolgozható legyen, pedig vagy le van nem írva. Menjen tönkre 2 év alatt, ugye ez is az, volt, az a másik, az így van, Európai Uniós törvény. Tehát egy percünk maradt, ne haragudj, hogy a szabadba vágok. Egyetlen egy percünk, csak hogy szeretném, hogyha úgy búcsúznánk most el, te még maradsz egyébként, a következő körre szól, hogy nem is a te záró gondolatodra vagyok kíváncsi, hogy azért, hogyha jövőbe tekintünk, hogy most bújjak be a szobámba, húzzam le a rolót, és kezdjek el ordítva, sikítva sírni a sarokban, mert kihalunk. Ez egy opció. Vagy pedig az alagút végén látunk valamit, ami miatt azt gondoljuk, hogy az emberiség talán van annyira intelligens, hogy megmenti saját magától. Őszintén kell válaszolni? Mert ha hatalmas szünet volt. Én azt gondoltam, optimista végünk lesz, de akkor nem. Ne. Tehát most persze lehetne ilyen pedagógiai szempontokat előhúzni, hogy hát, de ez majd milyen jól megoldjuk, de ha valaki a véleményemre kíváncsi, akkor nem fogjuk megoldani. Én sajnos azt kell, hogy mondjam. Elhatároldom, tehát én... De Zoli, elhatároldik, én...
Én meg őszintén bízom abban, hogy nincs igaz. Különben meg én is, tehát különben nem ülnék itt, meg nem mondanám, és nem csinálnám. Mert nem lenne értelme, akkor az egésznek mindenki menni az a sírjon. Igen. Amit lehet, beleteszek, de... Tegyünk egy körkérdést, ez a záró. Ki szerint éljük túl? Muszáj lesz. Jó, azért ez egy reménysugár. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, mi pedig majd még folytatjuk a beszélgetést.